Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Illetve ez a felvétel 3 napra szól, hiszen az energia hasonló. Mégpedig szeptember 13-ára, 14-ére és szeptember 15-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ami kapcsolatokat jelent. De vannak az ujjaink jógái is. Én most mutatok egy gyakorlatot, ahol belélegezésnél, kilélegezésnél feltöltjük energiával, és a testünk ahhoz a részéhez tesszük a kezünket, ami beteges, vagy gyengéd, vagy fájdalmaink vannak. Ez lehet a szív, ez lehet a gyomor például, vagy a fejfájásnál, akkor a fejünkhöz érintjük meg az ujjainkat. A gyakorlat a következő. A 4 ujjat így összetesszük, és odafűzzük a hüvelyk ujjhoz. Belélegezésnél összenyomjuk, kilélegezésnél pedig kicsit elengedjük. Ezt megismételjük 3-szor vagy 4-szer, mindkét kezünket használhatjuk, tehát a 4 ujjunk itt a hüvelyk ujjal együtt. És utána oda tesszük arra a helyre, ami fáj. A szívnél például így ebbe az irányba. Tehát mutatom a gyakorlatot. És ezzel kezelhetjük a megbetegedéseket, erősít bennünket. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Neptun bolygó eddig a halak jegyében volt. Ahol Neptun bolygó jól érezte magát, hiszen uralkodik a halak jegye felett. Neptun bolygó visszatekintő és visszatért a vízöntő jegyében. Aktivál új témákat. Itt a gondolatokról, tervekről van szó, hosszú távú tervekről. És Neptun bolygó, az kihat az álmokra, a vágyakra, a reményekre, és ha hiszel ebben, az elképzelésben, akkor ez megvalósul. A hold az indiai számítás szerint mind 3 napon, illetve 15-én délelőtt még, a kos jegyében van, ami aktiválja a tűz elemét, a bátorságot, a lelkesedést, a testi kapcsolatokat. A kos jegye utalhat egy új irányra, egy új kezdetre is. 14-én eléri a hold a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhut, ami szintén egy új irányra, egy új lehetőségre, vagy egy új kezdetre utalhat. Mivel a hold a kos jegyében van, és Mars bolygó a bika jegyében van, ezek szomszédos jegyek, itt megvan a közelség, megvan a bizalom, kihat az érzelmekre, kihat anyai témákra is. Tehát jó a kapcsolat. És mivel a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, és Vénusz bolygó, ami ránk hölgyekre utal, az oroszlán jegyében van, szintén a tűz elemében, itt is megvan egy jó kapcsolat. A hold jól hat ki a férfiakra, és jól hat ki ránk hölgyekre is. Ugyanúgy, mint Merkur bolygó. Merkur bolygó a szűz jegyében van, és Vénusz bolygó az oroszlán jegyében, tehát szomszédos jegyek. Itt is megvan a közelség, a bizalom, itt kommunikációról van szó. És mivel Mars bolygó a bika jegyében, szintén a föld elemében van, itt is megvan egy jó kapcsolat, ami kihat a férfiakra. Mars bolygó visszatekintő. Sokan úgy gondolják, ilyen napon nem szabad szerződéseket
aláírni. Én ennél a visszatekintésnél a múltról beszélek mindig, hiszen visszatekintünk a múltból, vagy valaki gondol ránk, itt lesz újra kapcsolat, valaki visszatér a múltból. Amennyiben szerződésekről van szó, még át kell vizsgálni valamit, de nyugodtan aláírhatjátok. Hiszen jó a kapcsolat Vénusz bolygóval, és jó a kapcsolat Mars bolygóval, és a Holdnak is jó hatása van a mai napon. Az indiai asztrológiában vannak a Hold házak. 13-án a Hold az Asvini Holdházban van, és ez utal gyógyító erőre. Ha valaki beteg, akkor itt lesz gyógyulás. Utalhat a hivatásra is ezen a területen. 14-én a Hold áttér a Bahani Holdházba, ami utal az őseinkre, egy anyai érzelemre, a születésre, vagy egy újjászületésre, hiszen lesz egy új kezdet, itt kialakul, kiépül valami. Persze jelentheti egy kisbabának a születését is. 14-én eléri a Hold a Kritika Holdházat, és itt található az aranykapu, az ekliptikán, a hiádok és a plejádok. Itt két irány van. Vagy hiszel abban, amit tervezel, akkor jól alakulnak a dolgok. Vagy nem hiszel ebben, vagy feladod a céljaidat, akkor úgy minden összeomlik. Én ezt mindig a Holle anyó meséjével szoktam összehasonlítani. Vagy mi vagyunk az aranymari, vagy ez a szutykos Mari. Attól függően, hogy itt ennél az aranykapunál melyik irányba tekintünk, mi a hozzáállásunk. Tehát ügyeljünk a gondolatainkra, ügyeljünk az érzelmeinkre. Pozitív gondolatok, pozitív érzelmek, akkor mi vagyunk az aranymari. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!